Lássuk a pályázati videó második felét. A Dawn Raider befejező videóját fontos információkkal kezdeném. Akarnátok ketten játszani a játékkal? Semmi akadálya! Ketten végül is mégiscsak többre mentek ennyi töménytelen ellenség ellen, mint egyedül. Csak nehogy marakodás legyen az utánpótlások elosztásánál. És hogy hogyan lehet ezt beszabályozni, hogy két játékosként induljon a játék? Nem lehet. Sehogy. Teljesen a véletlentől múlik. A játék akkor fog két játékos módba elindulni, amikor ő úgy érzi. És a saját káromon tanulva, megosztom veletek a repülőgépek irányítását. De rohadt mérges voltam, amikor nem tudtam, hogy mivel kell lőni. Ezután térjünk vissza a hadjárathoz. A harmadik pálya végén nincsenek ugyan fő ellenségek, van viszont egy rakás ilyen kis űrkabin, amik most jól beszorultak. Egy rakás ilyen nagyon akrobatikus űrrakéta, és ezek köröznek állandóan körülöttünk. Ha ezek elmentek, mehetünk a négyes pályára. Négyes pálya még ennél is durvább lesz, mondjuk a hármas pálya egyszerű volt. Itt már csatahajókon vannak mindenféle ágyúk, és kanadai meg orosz bombázórepülők is beköszönnek. Legnagyobb veszélyt itt továbbra is a repülők fogják jelenteni. Ezek az oldalról támadó kis vörös vacakok, de utálom őket. Itt is vannak japán kamikázi, meg rakéta meghajtású repülők. Bár mondjuk ezek inkább ilyen német natternek tűnnek. És még francia repülők is vannak itt. Azt a mindenségit. Jó kis tömör velős játék ez. Disznóságot azért ebben a játékban is sikerült találnom. Figyeljétek meg, nem lövök senkire, és fogy a lőszerem. Jaj, segítség, kiukadt a repülőm és ereszt, potyog belőle a lőszer. Az égvilágon semmit nem lövök, nem csinálok semmit, és fogy így a lőszerem a nagy semmitől. Jó pofa. Klassz, na most menjünk Tajvanba. Az ötödik pálya Tajvanba játszódik, magasan egy katonai bázis fölött. És később egy óceánnál fog véget érni. Ó, és itt megint ezek a futurisztikus 30. századbeli űr elfogó vadászok fognak megtámadni minket. Szerencsére jó fegyverekkel, könnyű elbánni velük. Innentől már megszokottá válik, hogy a különféle főellenségek hagyományos ellenségként tűnnek fel a pályán. Ez például a második pálya fő ellenfele volt. Ez a jó kis plazmahágyús űrcirkáló. A hatodik pálya elején már rombolók is fognak jönni a vízen, itt megint víz közelben fogunk repkedni. Tenger alatt járókkal már találkozhattunk. Itt a legveszélyesebbek továbbra is a rombolók és a tenger alatt járók lesznek, mivel elég nehéz kikerülni a kilőtt rakétákat. A kikötői hatóságok páncélozott járművei már megszokott látványt fognak nyújtani. Elég gyakran össze fogunk futni velük. De mégis a rombolók a legveszélyesebbek. Meg persze a rakéta kilövős tankok. A hatodik pálya főellenfelén egy nagyon bizarr, iszonyatosan pusztító, szuper harckocsik támadnak. Ezeknek is plazmavetőjük van, mint a második pálya főellenségénél annak az UFO járműnek. Mondjuk ezeket iszonyat könnyű legyőzni, ha az ember nem kerül közvetlenül eléjük. Hetedik pályán szintén az óceán fölött vagyunk, korallzátonyok felett. És itt megint új repülőkkel találkozunk. Az az érdekes egyébként, hogy ezek nem is harci repülők, ezek a szürke, akrobatikus kisizék, ezek sportrepülők. Nagyon kétségbe lehetnek esve az ellenség, ha már ilyeneket küldenek ellenem. A hetedik pályán is van fő ellenfél, ez nagyon durva, szuperszónikus űrrepülő, mivel Istent lehetne ölni. De hál' Istennek ezt is legyőztük. Ez tényleg nagyon nehéz volt. A következő igazán nehéz pálya a 9-es lesz, ahol elég egyedi módon német ilyen Focke-Wulf, vagy nem tudom milyennek a neve, vagy inkább, még inkább ilyen brit Spitfire típusú repülőgépek támadnak meg, amiket addig el se lehet találni, amíg föl nem emelkednek hozzánk. Megint itt vannak a sportrepülőgépek is. Nem csak, hogy veszélyesek, mert könnyen el tudják kerülni a lövéseinket, hanem borzasztó erős a tűzerejük is. Ó, megint németek jönnek itt, Messerschmitt bombázó, vagy Lanchester bombázó, nem tudom már.
Komolyan mondom, a világ itt összeesküdött Kína ellen, vagy mi a fene? Hát világ minden nemzetéből itt van az összes létező légijármű, amerikai F-15-ösök, brit Spitfire vadászgépek, német Messerschmitt, kanadai berepülő bombázók, van itt, igen, még ilyen brit Lanchester bombázó is, japán kamikaze repülők, német Nutter vadászgépek, mi a fene? Na jó van, megint voltak ilyen kanadai bombázók. Komolyan mondom, itt az egész világ összeesküdött Kína ellen. Ez a 9-es pályáz iszonyatosan nehéz. A képernyő szélén ott maradva talán kivihetitek. És persze oldalágyukkal. És most térjünk rá az utolsó pályára, a 12-esre. Hát ez is körülbelül olyan nehéz lesz. Ajjaj, mit mondtam? Még nehezebb lesz, mint a 9-es pálya. Itt is találkozni fogunk a lentről támadó brit Spitfire vadászgépekkel. Hasonlóképpen brit Lanchesterekkel és francia bombázókkal is, amiknek nem tudom a nevét. Ó, még német Messerschmitt is jön. Komolyan mondom, az egész világ Kína ellensége lett. Itt ez bizony a fő ellenség. Persze előtte még néhány csatahajót meg repülőgép hordozót el kell pusztítani, mert ezekről is lőnek el ágyú tornyokkal, obszervatóriumokkal. És hogy a fő ellenség az micsoda? Kicsit déjà vu érzésünk lehet, a 7. pálya végén már találkozhattunk vele, csak hogy ez jóval erősebb, nézzétek, fogy az olajam, mint az állat. Ez nem sokan múlott. Jó van, végigcsináltam a játékot. Lássuk, mi lesz a befejezés. Ó. Meg kell, hogy mondjam, nem csalódtam. Ez egész szép befejezés. Mindenkit elpusztítottam, mindenkit leöldöstem. Én győztem. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű befejezést, mert tényleg az volt. Most pedig úgy érzem, itt az ideje, hogy belevágjunk az értékelésbe. Értékeljük ki a Dawn Raider-t. Mindenkinek megvan a véleménye a kínai termékekről, ez alkalommal viszont nem volt részem csalódásban. A Dawn Raider, legyen bármilyen kicsi, sikeresen kombinálta a sokoldalúságot az élvezhetőséggel. A helyszínek remekül meglettek választva és nagyon változatosak. Óceános pálya, kikötők, katonai bázisok, hegyvidék, és szépen meg is lettek rajzolva. Ugyanezt tudom elmondani az ellenségek kinézetéről is. Nem egyfajta ellenség van, hál' Istennek, és nem azt nevezgették át folyton. Rengetegféle légi, vízi, szárazföldi ellenség támad ránk, ennek nagyon örültem, a játék közben már kevésbé. És ennél fogva a játék nehézsége eléggé intenzív, így kezdőknek komoly fejfájást okozhat én szerintem. Persze egy kis gyakorlással úgyis azt fogjátok mondani, hogy hát ez nem is nehéz játék. Mert valóban nem az. Bár egy-két pálya tényleg igazán nehéz, főleg az utolsó, a 10-es meg a 9-es pálya. Van a játéknak korrekt kezdése, szemre való befejezése, a játékmenet nagyon sima, és külön tetszett nekem az, ez a fantáziadús megoldás, hogy te döntöd el, hogy mit szeretnél kapni a léghajókból. Nincs ennek előre elhatározott, hogy itt csak elsősegélycsomag van, itt csak rakéta. Nem, itt te döntheted el. A fegyverek is hatékonyak, használhatóak. Csak hát sajnos nem is lenne kínai a játék, ha nem lenne benne hiba. Először is nem igazán értem, mi a fenének raktak bele pontszerzési lehetőséget. Gondolom elkészült a pekingi kacsa és rohantak megenni, így ezt kifelejtették belőle. Ez a szerencsejátékszerű kétjátékos üzemmód is eléggé visszás dolog. Mondjuk néhány elindítással ezen még lehet javítani. És azt mondja, hogy mire fölveszítem el a semmitől a lőszeremet, arra továbbra se tudtam rájönni. Hát ezen kívül igazából negatívumot nem tudok már mondani. Gördülékeny, sima és élvezhető játék. Úgyhogy megkapja tőlem játékélményre a pozitívat, ha nem is teljes pozitívat. Nos, a grafika igazán szép, tetszik a helyszínek és az ellenségek ábrázolása, főleg a rakéták füstcsóvái szépek, meg hát nem úgy tűnik egyébként játék közben, hogy 256 színű lenne, mert a pályákon nem fordul elő összesen annyi, de például a kezdőképnél, a befejezésnél, meg a robogizinél ott ugye észre lehet venni, ez pont egy 90-es szintnek megfelelő grafika. Ha volt a játéknak olyan része, amivel nem vagyok megelégedve, az a hang és a zene lesz. Egyfolytában ezek a mormogások, meg zúgások. Párszor lenéztem a hasamra a játék közben, hogy vajon nem a gyomrom koroge.
A megoldás a következő lett volna. Vagy csinálnak további rendes hangokat a játékhoz, vagy valami aláfestő zenét. De ez így nem jó. Az irányítással annyi bajom volt, amit már a játékélménynél is megemlítettem volna, hogy egy szót nem írnak arról, hogy miket kell használni, mikkel kell lőni, hogyan szerezhetsz erősebb fegyvert, teljesen véletlenszerűen magamtól jöttem rá. És mivel hogy nincsen sugó a játékhoz, de ha lenne, valószínűleg az is kínai lenne, éppen ezért erre nem tudok pozitívat adni, de mivel könnyű az irányítása, és ha az ember egyszer megtanulta, nem fogja elfelejteni, éppen ezért megadom rá a közepeset. Nos, a játékhoz ügyesség kell és tűzerő, mivel nem kiszámíthatóak az ellenségek. Ám de, ha gyorsan tudtok reagálni mindenre, és gyakoroltatok is egy kicsit, egyet fogtok érteni velem abban, hogy a Dawn Raider nagyon jó játék, és méltó utódja a River Raidnek.